napokban Faragó Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk az új templommal kapcsolatban. Hiszen ha valaki arra jár, akkor az láthatja, hogy már elkészült, impozáns, boltíves bejárata pedig hívogatja az érdeklődőket. Bár voltak nehézségek, mégis az összkép, mindaz, ami bennem megmaradt, az inkább az, hogy az Úristen olyan támogatásával építhettük ezt a templomot, hogy minden nehézségen fölül emelkedhettünk, és gyakorlatilag éppen ezért ez az építkezés ez folyamatos lehetett, és minden problémától, vagy legalábbis a nagy problémáktól mentesen történhetett. Akkor minden az elképzelések és a tervek szerint alakult? Igen, ezt kell, hogy mondjam. Igen. Szeretném, ha elmondaná, hogy mit is látunk, amikor megérkezünk ide az előtérhez. A templom bejáratát azt úgy terveztük, hogy egy válasz legyen a Rákóczi Ferenc Általános Iskolának a baglyos épületének a régi bejáratára, ami szintén egy ilyen boltíves bejárat. És azért lett ilyen nagy, mert valahol az utcán járók erőket ezt hívogatni akarta, hogy tessék ide bejönni. És gyakorlatilag az az ige is, ami kikerült a bejárati ajtó felé, Jézus Krisztusnak a szavai, jöjjetek én hozzám mindnyájan, és aztán így folytatódik, hogy akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ez is szintén erről szól, hogy ne csak elmenjünk a templom mellett, hanem aki erre jár kell, az jöjjön is oda be. Ha bemegyünk, akkor rögtön balkész felől láthatunk egy nagyon szép faragott oszlopot. Ez mit szimbolizál? Ez az oszlop, ez 10 évvel ezelőtt készült el a régi templomunknak a főgerendájából, ami cserére szorult. Akkor Irzsik Miklós, fafaragó művészmester kértem föl, hogy készítsen ebből az anyagból egy kopjafát, és ez a kopjafa 10 éven keresztül arra volt hivatott, hogy bennünket, mindannyiunkat figyelmeztessen arra, hogy a gyülekezet templom építésben van benne, és itt nekünk bizony tennivalónk van. Egy oldalról adakoznunk kell, más oldalról pedig, és nem utolsó sorban, imádkozni azért, hogy az Úristen segítsen és áldjon meg bennünket. És akkor 2004-ben azt is elterveztük, és ebben kértük Istennek a segítségét, hogy ez az új templom, ez 10 év alatt elkészülhessen. Hát most 2014-et írunk, és azt láthatjuk, hogy amit kértünk, azt meg is kaptuk, és az Úristen nagyon-nagyon megsegített bennünket, és ezért is került oda az előcsarnokba, hogy hirdesse azt, hogy az Isten kegyelmes, és meghallgatja az imádságainkat, és legyen ez bátorítás mindenki számára. És hogyha beljebb megyünk, láthatjuk, hogy a templom nagyon modern, szép és tágas. A bútorok még azért félig készülőben vannak? Igen, folyamatban van a legyártásuk. Jó lett volna már most a TV stábját úgy fogadni, hogy minden bútor a helyén van. De hát valamit kell hagynunk ugye a templom szentelőre is. Amíg mikor lesz? 2014. szeptember 28-án, tehát szeptember utolsó vasárnapján, délután 4 órakor tartjuk a templom szentelő ünnepségünket, és erre az ünnepségre nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, valamennyi dunaharasztit, embert, hiszen azt gondolom, hogy ez a templom, ez nem csak a miénk reformátusoké, hanem valahol a dunaharaszti városáé is, és az itt élő embereké. És ha jól tudom, akkor ez egy program sorozat lesz. Mit kell tudni a többi rendezvényről? Igen. Vasárnap a templom szentelő után szerdától találkozhatunk majd újra. Október 1-én este 6:30-kor Cseri Kálmán református lelkipásztor fog majd közöttünk szolgálni. A következő nap csütörtökön, október 2-án 6:30-kor Vég Tamás nagytiszteletű úr fog szolgálni. Pénteken
Sallár Tamás református lelkész, szombaton pedig Harmati András tiszteletű úr fog közöttünk szolgálni, mind-mind csupa olyan lelkipásztorok, akik az Úristentől sokat kaptak, és akiken keresztül sokaknak az élete változott, meg formálódott át. Úgyhogy nagyon örülök, hogy őket fogadhatjuk így legelőször a templomunkba, és szeretettel hívom ezekre az alkalmakra is mindazokat, akik hallják ezt az interjút. Vasárnap pedig délután 4 órakor a Városi Zeneiskolának a tanárai és a növendékei fognak majd egy zárókoncertet tartani. Erre is mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk.